Ferenc pápa segélyt küld Libanonnak. Teljes búcsú nyerhető Assisiben. 100 éve született az első boldoggá avatott újságíró. Itt a Római Riportokban. A vasárnapi úrangyala imádság egy kis technikai akadállyal indult. Buongiorno! Ferenc pápa az úrangyala előtti katekézisében arra kérte a hívőket, hogy ne féljenek Isten tenyerébe helyezni életüket. Quando sentiamo forte il dubbio e la paura, ci sembra di affondare nei momenti difficili della vita, dove tutto divenne buio, no? Non dobbiamo vergognarci di gritare come Pietro, Signore, salvami. Bussare al cuore di Dio, al cuore di Gesù. Signore, salvami. È una bella preghiera. Az úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa megemlékezett az 1945. augusztus 9-én Nagasakira ledobott atombomba okozta tragédiáról. A helyszínt tavaly novemberben látogatta meg távol-keleti apostoli útja során. Ricordo con commozione e gratitudine la visita che ho compiuto in quei luoghi lo scorso anno. Rinnovo l'invito a pregare e a impegnarsi per un mondo totalmente libero da armi nucleari. A pápa nem feledkezett meg Libanonról sem. Rinnovo inoltre l'appello per un generoso aiuto da parte della comunità internazionale. E per favore, chiedo ai vescovi, ai sacerdoti e ai religiosi del Libano che stiano vicini al popolo e che vivano con uno stile di vita improntato alla povertà evangelica, senza lusso, perché il vostro popolo soffre e soffre tanto. Ferenc pápa 297 000 dollár adományt küldött az országnak, hogy azonnali segítséghez juthassanak mindazok, akiket közvetlenül érintett a tragédia. A rövid júliusi pihenő után Ferenc pápa újra kezdte a szerdai általános kihallgatásokat, amelyeket a koronavírus járvány miatt továbbra is az apostoli palota könyvtárában tart. Sajnálatát fejezte ki a libanoni robbanás következményei miatt. Ieri a Beirut, nella zona del porto, delle fortissime esplosioni hanno causato decine di morti e migliaia di feriti. E molte gravi distruzioni. Preghiamo per le vittime e per i loro familiari. E preghiamo per il Libano, perché con l'impegno di tutte le sue componenti sociali, politiche e religiose, possa affrontare questo momento così tragico e doloroso. E con l'aiuto della comunità internazionale, superare la grave crisi che sta attraversando. Ferenc pápa újból felhívta a figyelmet a pandémia okozta súlyos következményekre. La pandemia sta continuando a causare ferite profonde, smascherando le nostre vulnerabilità. Molti sono i defunti, moltissimi malati in tutti i continenti. Tante persone e tante famiglie vivono un tempo di incertezza a causa dei problemi socio-economici che colpiscono specialmente i più poveri. A pápa ezért a Jézusba, a test és lélek gyógyítójába vetett bizalomra és a társadalom szolgálatára buzdította a híveket. In questo modo
saremo in grado di trasformare le radici delle nostre infermità fisiche, spirituali e sociali. Potremo guarire in profondità le strutture ingiuste e le pratiche distruttive che ci separano gli uni dagli altri, minacciando la famiglia umana e il nostro pianeta. Ferenc pápa végül arra emlékeztette a hívőket, hogy most minden eddiginél jobban tiszteletbe kell tartanunk az emberi méltóságot és a szolidaritást a szegényekkel, akik a legnagyobb kincsei az egyháznak. A beiruti robbanás káoszt és pusztítást hagyott maga után. Ez a pap élőben közvetítette a Szent Miséjét a tragédia időpontjában. Közvetlenül ezután a város a teljes káosz állapotába került. Ez a nagy robbanás teljesen elpusztította Beirutot, a Közel-Kelet legértékesebb kövét. Most épp az eltűnteket számolják. Minden család azt veszi számba, hogy mindenki megvan-e, hogy mindenki életben van-e. Az erős robbanás következtében ennyi maradt ebből a ferences konventből. Szerencsére a közösség tagjai mind jól vannak. Elsődleges céljuk most, hogy segítsenek az embereken. Van, aki mindenét elveszítette és hajlékot keres. Mások próbálják barátaikat és családjukat elhelyezni. Egész családok kerültek abba a helyzetbe, hogy az utcán kell aludniuk, mert a házuk teljesen elpusztult. Mi eddig a koronavírus járvány idején is sok élelmiszer és egyéb csomagot osztottunk szét. De most az ajtóink nyitva állnak azok előtt is, akik a robbanás okozta pusztítást átélték. Firász atya segítséget kér. Egyszerre van szükség lelki és anyagi támogatásra, imádságra és adományokra, hogy újraépítsék a várost, és ne hagyják magukra az embereket. Sok embert nyilvánítottak eltűntnek, és nem tudjuk, mi van velük. Lehet, hogy sokan a romok alatt vannak. Sajnos sokkal több lehet az áldozat, mint amiről most tudunk. Mindenkinek megköszönjük, ha konkrét segítséget tud nyújtani. Köszönjük, köszönjük. Reméljük, hogy sok hozzájárulás érkezik, de az is fontos, hogy ez minél előbb történjen. A robbanás nagy károkat okozott a lazarista konventben és a beiruti jezsuita rendházban is. A tragédia tovább súlyosbította a koronavírus okozta helyzetet, amely folyamatos odafigyelést igényel mindenki részéről. Még a világjárvány előtt, 2019. novemberében teljesült Ferenc pápa nagy álma, hogy Japánba látogasson. Fiatal jezsuitaként ugyanis misszionárius szeretett volna ott lenni, de elöljárói egészségi állapotára hivatkozva nem engedték. Utazása kemény üzenettel bírt, mind Hiroshimában, mind Nagasakiban. Ferenc pápa az atombomba ledobásának helyszínén túlélőkkel is találkozott. Ott is felemelte szavát a nukleáris fegyverek birtoklása ellen. Con convicción deseo reiterar que el uso de la energía atómica con fines de guerra es hoy más que nunca un crimen, no solo contra el hombre y su dignidad, sino contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común. El uso de energía atómica con fines de guerra es inmoral, como asimismo es inmoral la posesión de las armas atómicas. 75 év telt el a hiroshimai pusztítás óta. 1945. augusztus 6-án itt ért földet az első atombomba. Három nappal később, augusztus 9-én a második Nagasakit találta el.
A pápa nem felejtette el, amit Japánban látott, és annak jelentőségét sem, ezért is üzent Hiroshima vezetőségének. Ebben hangsúlyozta, hogy már a nukleáris fegyverek birtoklása is erkölcstelen, és a béke érdekében minden nemzetnek meg kell szabadulnia a nukleáris fegyverektől. Végezetül a pápa arra kért mindenkit, hogy hallgassunk a túlélőkre, akik a jövő nemzedékét féltik a leginkább. A nicaraguai káosz már tartott, amikor Leopoldo Brennes bíboros 2018 nyarán Rómában bemutatta az ottani helyzetet. Már láttuk mindezt abban a két háborúban, amelyek több mint 50 ezer ember életét követelték, de azok fegyveres összetűzések voltak. Egy felfegyverzett csoport harcolt egy másik ellen, de ez most nem ez az eset. Ez fegyvertelen emberek ellen irányul, de van, hogy egy ember kalapáccsal támad a másikra. Ez sokkal rosszabb egy háborúnál. A demonstrációk és a nyugtalanság 2018 áprilisában kezdődött. Daniel Ortega kormánya erőszakkal válaszolt mindenre. Még a püspökök is utcára vonultak, oltári szentséggel a kezükben, hogy védjék a polgárokat. A helyzet azóta sem javult. Az emberek oldalán álló papokat sok támadás érte eddig is. A legutóbbi támadás Managua székesegyházának Krisztus vére kápolnája ellen történt egy molotov koktéllal. Nicaragua püspökei a tettet szentségtörésnek és intoleránsnak tekintették. Brennes bíboros kifejezetten terrorista akciónak nevezte. A kormány szerint a tűz oka a hívek által gyújtott gyertyák voltak. Maga a pápa is elítélte a támadást, aki a nunciusokon keresztül követi a nicaraguai helyzetet. Cari fratelli e sorelle, penso al popolo di Nicaragua che soffre per l'attentato alla cattedrale di Managua, dove è stato molto danneggiata, quasi distrutta, l'immagine tanto venerata di Cristo che ha accompagnato e sostenuto durante i secoli la vita del popolo fedele. Cari fratelli nicaragüense, vi sono vicino e prego per voi. Az Egyesült Államok külügyminisztériumának megfogalmazása szerint Daniel Ortega kormánya gyűlöletkampányt folytat a katolikus egyházzal szemben. A tanulmány szerint a szandinista rezsim többek között a hívők és vallási vezetők megfélemlítésére, valamint a templomok megtámadására bújtja fel az embereket. Manapság a hűség képlékeny, és a megszentelt életet élő egyének ugyanazokat a kríziseket élik át, mint a családok. José Rodríguez Carballo így jellemzi az egyház mai valóságát, ami miatt szerzetesek és szerzetesnők hagyják el hivatásukat. A szerzetesi intézmények vatikáni részlegének titkára elmondta, hogy 2019-ben 1600 ember hagyta el szerzetesi hivatását. Ennek fő oka a hit és a közösségi élet krízise, valamint az érzelmi krízis. Ezeket az okokat mutatják a legújabb kimutatások. Egy szerzetes szerelmes lesz egy nőbe, egy szerzetes nő szerelmes lesz egy férfibe. Ez tény. És tény, hogy meg kell nézni, hogyan történik ez. Sok oka van, de nagyon gyakran az, hogy megrendül a hitük, vagy hiányzik a mély testvéri kapcsolat. Véleménye szerint jobb képzést és megkülönböztetést kell biztosítani a jelölteknek. La vida consagrada no es para todos. A megszentelt élet nem mindenkinek való, és nem is mindenki lett arra teremtve. A tisztasság fogadalma szabad döntés, de ha egyszer valaki mellette döntött, akkor azt következetesen kell élnie, és nem szabad kibúvókat keresni.
Mindezek fényében a Vatikán megszentelt élettel foglalkozó intézménye könyvet adott ki a Hűség ajándéka, a kitartás öröme címmel. A könyv három dologra koncentrál. Az első fejezet a valóság megértésén alapszik. A második egy meghívás arra, hogy vegyük komolyan a hűség és kitartás felelősségét, amelyre folyamatosan hív az egyház. A harmadik jogi vonatkozásokat tartalmaz. Az utolsó fejezet megjegyzéseket és normákat tartalmaz a férfi és női szerzetesi közösségekre vonatkozóan. Carballo atya szerint elsődlegesen komolyabban kell venni a hivatás tisztázás időszakát. Nem szabad, hogy a megszentelt élet egy menedék legyen, vagy menekülés a világtól. Ez egy életforma, amit felelősen és komolyan kell választani. Erre az életformára szükség van, de azt örömmel, reménnyel és következetesen kell élni. Négy évvel ezelőtt a pápa egy nagyon rövid, de annál fontosabb látogatást tett Assisiben a megbocsátás szentélye születésének 800 éves évfordulóján. Ott arra emlékeztetett, hogy az irgalmasság útja tudja igazán megújítani az egyházat és a világot. Il mondo ha bisogno di perdono. Troppe persone vivono rinchiuse nel rancore e covano odio. Perché incapaci di perdono, rovinando la vita propria e altrui, piuttosto che trovare la gioia della serenità e della pace. Ez az üzenet ma is érvényes, és a gyökerei ide vezetnek. Mi az Assisi-i megbocsátás lényege? Lehetőség arra, hogy teljes búcsút nyerjünk augusztus első két napján. A hagyomány 1216-ban kezdődött Assisi Szent Ferenc egy misztikus látomásával. Tény, hogy egy kísértésből született meg. Szent Ferenc a porcinkula mögött volt közel egy rózsabokorhoz, amikor kísértésbe esett. Hogyan válaszolt a kísértésre, miután sokáig próbált ellenállni? Mesztelenül beledobta magát a rózsabokorba. Az úr azzal ajándékozta meg, hogy amikor beugrott, a rózsabokor tövisei eltűntek. Tövisek nélküli bokor a mai napig megmaradt. Az esemény után két angyal kísérte el Szent Ferencet a porcinkúlához, ahol meglátta Krisztust és Máriát. Isten azt kérdezte tőle, hogy mit szeretne. Szent Ferenc pedig teljes búcsút kért mindazoknak, akik meglátogatják a kápolnát. Isten teljesítette ezt a kérését a teljes búcsúról, mert abban az időben csak azok nyerhették el a teljes búcsút, akik elutaztak a Szentföldre, amit nem mindenki tudott megtenni, és ami veszélyes vállalkozás is volt. Ferenc nem tudta megérteni, hogyan lehetséges, hogy egy ilyen fontos ajándék, a bűnök bocsánata nem érhető el mindenkinek, különösen a szegényeknek. Ferenc ezek után elment harmadik Honorius pápához, aki elismerte, hogy ez Isten közvetlen ajándéka. Évszázadokon keresztül a teljes búcsút csak az angyalok királynője Szűz Mária bazilikában lehetett nyerni. Ma bármilyen ferences templomban vagy plébánián lehetséges ez Assisiben. Ehhez szentgyónáshoz és szentáldozáshoz kell járulni, valamint imádkozni kell a pápa szándékáért. Száz év telt el Manuel Lozano Garrido boldog Lolo születése óta, akit az újságírók védőszentjének tartanak. Lolo fáradhatatlan író és újságíró volt, aki életének nagy részét súlyos betegség miatt kerekesszékben töltötte. Élete utolsó 10 évében elvesztette látását is. Spanyolországban született 1920-ban. Apja meghalt, így édesanyja egyedül nevelte 7 gyermekét. Lolo 15 éves korában édesanyját is elvesztette. Fiatal korától kezdve részt vett az Akció Katolika mozgalom életében.
Tele volt energiával, mindig kezdeményező szerepet töltött be, míg 22 éves korában egy fokozatosan romló, degeneratív betegség meg nem támadta. Szinte állandó fájdalma nem oltotta ki kíváncsiságát és az írott szó iránti szeretetét. Amikor már nem tudott kézzel írni, áttért az írógép használatára, mert ujjait valamennyire tudta mozgatni. A szentmiség alatt az oltár közelében helyezkedett el. Így írta meg az újságírók 10 parancsolatát, amelyről Ferenc pápa is megemlékezett, amikor újságírókkal találkozott. Nonostante la malattia che lo costrinse a vivere 28 anni sulla sedia a rotelle, non cessò di amare la sua professione. Nel suo decalogo del giornalista raccomanda di pagare con la moneta della franchezza, di lavorare il pane dell'informazione pulita con il sale dello stile e il lievito dell'eternità, e di non servire né pasticceria né piatti piccanti, piuttosto il buon boccone della vita pulita e speranzosa. Davvero un bel esempio a seguire. Lolo szerint az újságírásnak nemesnek, tisztának és reménykeltőnek kell lennie. Örömmel dolgozott életének minden napján, amíg a betegség le nem győzte 1971. november 3-án. Könyvek, esszék és cikkek maradtak utána a legkülönfélébb témákban. Boldoggá avatási eljárása 1994-ben kezdődött. Szülővárosában, Linaresben avatták boldoggá 2010-ben, elsőként az újságírók között. Egy legújabb technikai vívmánynak köszönhetően bárki úgy elemezheti Raffaello ecsetvonásait, mintha pár centiről nézné az alkotást. Egy olasz cég közzétette honlapján Raffaello egyik korai mesterművét, a két akasztott ember csodáját. A reneszánsz mester 1500 körül dolgozott a festményen. Az eredeti Pízában található, ahol a tolentói Szent Miklós templom oltárának része volt, amely egy földrengés következtében elpusztult. A megmentett darabokat kisebbekre osztották, ezekből látható 2 Detroitban. Olaszországban a jelenet más darabjait őrzik, amely olyan fiatalokról szól, akiket ártatlanul vádolnak meg gyilkossággal. Kivégzésük alatt egy szent közbenjárását kérik, aminek következtében csodálatosan megmenekülnek. Ma a fejlett technológiának köszönhetően csodálhatjuk a mester munkáját, talán még jobban is, mintha az eredeti festményt szemlélnénk. A cég honlapján számtalan festmény tekinthető meg ilyen formában. Többek között Leonardo da Vinci utolsó vacsorája. Vagy Caravaggio Emmausi vacsorája. És Canaletto velencei tájképe is. Következő adásunkban Szűz Mária mennybevételének ünnepéről számolunk be itt a Római Riportokban.